It was your pleasure to work together. Két köszönettel tartozom, az egyik, hogy ide hívtak, meghívtak minket ebbe a csodálatos városba, erre a csodálatos fesztiválra. Másik köszönet pedig azért, hogy ilyen jól választották össze a zsűri tagjait, mert nagyon jó volt együtt dolgoznunk. We are pretty sure that this Cinefest in Miskolc has well-deserved recognition, but maybe it deserves even bigger recognition internationally. And you'll be happy, more than happy, to help you out with taking out the greatness of this festival and this town to our countries, to our continents, and to make the Miskolc Festival really a big international event. Én úgy gondolom, hogy a Cinefest az talán még nagyobb hírnevet is érdemelne, és éppen ezért mi feltétlenül szeretnénk azt elmondani és abban segíteni, hogy ez a nagyszerű fesztivál és ez a csodálatos város, ez ne csak itt a környéken, hanem más országokban, sőt más földrészeken is méltán nyerje el a népszerűségét. The jury worked hard. We liked the selection of films in the competition, and the criteria that we followed were basically quite simple, however complex. First, we were looking for films which have certain humanistic message, films that are open-minded, films that are innovative, films that are not dogmatic. Nos, a zsűri valóban keményen dolgozott, és nagyon tetszettek egyébként a beválogatott filmek. A zsűri munkájában a kritériumok, ha úgy tetszik, egyszerűek voltak, de talán összetettek is. Feltétlenül azt kerestük a filmben, hogy legyen benne valamilyen emberi üzenet, nyílt legyen, és innovatív, és semmiféleképpen ne dogmatikus. Yeah, innovative, non-dogmatikus, I understood quite well. Igen, tehát valószínűleg jó volt a fordítás, mert ez innovatív és a nem dogmatikus, az jól érthető. We were happy to found a few films which really have all these qualities, and I think that you can take this also as our message, and maybe this should be taken also as a positive message coming from Hungary these days. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan film volt, amely megfelelt ezeknek a kritériumoknak. Mindenféleképpen ez a mi üzenetünk innen, hogy nagyon sok jó film volt, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy ezek a pozitív üzenetek indulnak ki innen Magyarországról. So, thank you once again and good evening. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és nagyon kellene csak. Köszönöm szépen gondolatait, hölgyeim és uraim! Elsőként a legjobb animációs filmnek járó Dargai Attila díj átadása következik. A díjat a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsának felajánlásaként adhatjuk át, és nézzük is meg egy részletét a díjnyertes filmnek. Járó elismerés tehát a Limbo Limbo Travel című filmjét Krej Zsuzsanna és Zétényi Borbála kapják. Gratulálunk! A zsűri megadása szerint egyébként az a rövid film izgalmas képi formanyelvet használva mutat be egy különleges szürreális világot. A történet absztrakt módon humorral reflektál a nemi szerepekről alkotott előítéletekre. Tisztelettel felkérem Dargai Attila özvegyét, Heinrich Irént és dr. Auer Jánost, a médiatanács tagját, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság képviselőjét, hogy fáradjanak a színpadra, és adják át a díjat.
Szeretnénk megköszönni a fesztiválnak, a zsűrinek, a kedves nézőknek és mindazoknak, akik nélkül ez a film nem jöhetett volna létre. Köszönjük szépen! Nem csinál egy ilyen filmet, biztos könnyebb, mint beszélni róla, gratulálunk a A zsűri a legjobb dokumentumfilm díját Hanna Polák Valami jobbra várva című filmjének adja, most ültem le a poén, ti-ti-ti, következik, tehát a legjobb dokumentumfilm kategória, és azért nézzenek meg egy részletet a filmből. Alkotása nyerte. Drámai film a világ egyik legsivárabb helyén élők emberi méltóságáról lírai módon, az intimitásig megmutatva az életüket. A nézőt mélyen megérintő, sok éven keresztül forgatott személyes történet tanulivá tesz minket a főszereplő küzdelmének, hogy kikerüljön az embertelen körülmények közül. A rendező egyébként jelenleg forgatja a legújabb dokumentumfilmjét, ezért nem lehet itt velünk a díját adón, de videózenetet ő is küldött. Dear Cinefilm Festival, dear today, dear audience, I am Hanna Polak and I am a director of Something Better to Come Film. Together with our crew, with my crew, I wanted to thank you so very much for this wonderful award, which made us totally thrilled and happy, because it means that a new love story and this our 14 years journey to her life and to the garbage dump has been appreciated and liked. So it makes us very, very happy and of the start. Unfortunately today I am in South Korea and really far away, so I cannot fly to be with you, and this is when the news about this award reached me. But with my heart and with my mind I am with you celebrating, and I hope there will be another time when I will be able to personally come and celebrate with you, to be with you, to spend some time in the world with you. So please spread the news about the film to other people. And again, thank you from all my heart and from all my crew. Thank you so much. Goodbye. Következzék a legjobb kisjátékfilm, a Díja Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának felajánlása, és egy részlet következik a filmből. A zsűri Hami Ramezán és Lungano Nioni Figyeljenek című filmjének ítéli. A zsűri laudálása szerint röviden összefoglalva a film nagyon erős vizuális és narratív eszközök segítségével egy konkrét helyzeten keresztül mutat be olyan témákat, mint a paternalizmus, az elszigeteltség és kulturális nehézségek. A rendezők egyébként nem tudtak ide utazni szintén Miskolcra, de üzentek, mutatjuk. Good evening. My name is Lungano Nioni. I'm one of the co-directors of the short film Listen.
along with Hami Ramazan. Apologies, we both couldn't be here this evening with you guys and would have loved to be, to thank you in person. We just want to thank the jury, we want to thank the organizers of the festival, and we also want to thank the audience. And it's a great honor, and it was a very special surprise. Hami and I both were talking about it, and we just want to dedicate this prize this evening to in light of the current situation, to all the refugees who are still seeking a home, and on their behalf, and in memory of them, we just want to say thank you. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, következzék a 12. Jameson Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál nagy díja, a Cukor Adolf díj. Mutatunk egy részletet a díjnyertes filmből. Sean Baker kapja. Gratulálunk hozzá! A zsűri a Cukordíjat olyan filmnek adja, amely egy olyan társadalmi réteget mutat be, amelynek szereplői kizárólag mély szociodrámákból ismertek. Ez a film azonban bátor, humoros, moralizálásmentes és legfőképpen friss. Nem titkolt szándéka a zsűrinek, hogy elíjjal ösztönözze a fiatal filmkészítőket, hogy bátran nyúljanak akár olcsóbb technikához, bízzanak a karakterekben és a történet erejében. Hölgyeim és uraim, a díjat átadja Bíró Tibor fesztivál igazgató, Mihály Bergát a zsűri elnöke, valamint Gaspar Noé kétszeres aranypálma jelölt rendező. A díjat átveszi Xi Ching Tzu producer. Gratulálunk! Our team, we won this prize. And Sean, I want to thank the film festival, I want to thank the audience, I want to thank the jury members. It's a great honor. Thank you. Nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon köszönöm, és alig várom, hogy megmutassam a stábnak, illetve Sean-nak a rendezőnek, és igazán köszönjük a közönségtől és a zsűritől is ezt a díjat. Hölgyeim és uraim, nem egy nagy díjnál is még nagyobb díj, ez a fő díj. A Jameson Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíja, a Pressburger Imre díj, ez következik most. A díjat egyébként Vágó István miskolci zománc művész készítette, de most mutatunk egy részletet a díjnyertes filmből. Fődíját, a Pressburger Imre díjat tehát Mustang című filmért Deniz Gamze Erdőben nyerte. Gratulálunk neki! A zsűri méltatása szerint egyébként a Mustang tínédzserkorú nővét mutat be a mai Törökországban, a szabadságvágyuk és a hagyományos családi értékek közötti konfliktus ábrázolásával a film tabu témákat dolgoz fel, őszinte, de korántsem dogmatikus módon. A történet mesélés és a filmes megjelenítés remekül eltalált egyensúlyt teremt a vizuális értelemben vett szép és a mindennapok realitása között.
A fődíjas rendező nem lehet itt közöttünk, de írt egy köszönő levelet, ezt engedjék meg, hogy felolvassam most önöknek. Kedves Színefest szervezők, köszönjük, hogy érdeklődők és nyitottak voltatok a világ többi része felé, más gondolkodásmódok felé. Köszönjük a zsűrinek a díjat, nagy megtiszteltetés számunkra a Mustang kitüntetése. Üdvözletünket küldjük Isztambulból, gondolatban veletek vagyunk Miskolcon ma este, Deniz. Hölgyeim és uraim, ezennel véget ért a 12. Jameson Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díjátadó ünnepsége, és nagyon reméljük, bízunk benne, hogy jól érezték magukat az elmúlt napokban itt Miskolcon. Engedjék meg, hogy annyit elmondjak még, hogy a fesztivál díszvendége Gaspar Noé Szerelem című filmjét az eredetileg kiadottaktól eltérően nem 11 órakor, hanem 9 órakor vetítjük itt, ebben a teremben, a rendező jelenlétében. Most pedig következik a zárófilm, Antoine Foucault mélyütés című alkotása, amihez jó szórakozást kívánunk, és köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket!